Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az ACME ZSSK 363-as sorozatú ASBECE nevű villanymozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Először pár szó a modell eredetiéről. A 3060 kW teljesítményű, 120 km per óra maximális sebességű, 3 kV egyenáram és 25 kV váltóáram alatt is üzemelni tudó mozdonysorozatot a Skoda Pilseni gyárában fejlesztették ki az 1970-es évek végén. Az első prototípus 1980-ra készült el, akkor még ES499.1-es sorozatnév alatt. Majd 1984 és 1990 között összesen további 180 darab készült a mozdony típusból. Csehszlovákia felbomlása után a mozdonyokból mind az ESR-hez, mind a CD-hez került. Az évek alatt számos mozdonyon végeztek különböző átalakításokat, így jött létre a 362-es, illetve 361-es sorozat, emellett a sorozattal külsőre megegyező kinézetű, de egyenáramú 163-as sorozatból 2010 és 2013 között a CD Cargo részére a Pars Nova 30 darab mozdonyt modern IGPT vezérléssel két áramneműre épített át, létrehozva a 363.5-ös sorozatot. És most nézzük meg a modell mozdonyunkat. Az ACME régi szivacsos dobozában érkezik a jármű, gyakorlatilag teljesen készre szerelve. Aki analógban használná, annak csak pályára kell helyezni a mozdonyt, és már mehet is. A mozdony közelebbről szemügyve véve, egy nagyon jól eltalált, szép kidolgozottságú modell köszön vissza. A főbb méretek helyesek, a forma jól eltalált és pontos. Részletek tekintetében a gyártótól megszokott magas kidolgozottságot kapjuk a pénzünkért. Nézzük is meg közelebbről ezeket a dolgokat. A tetőn a berendezések részletesen ki vannak dolgozva, a vezetékek, az őket tartó porcelánok hűek az eredetihez, minden elem festett. Az áramszedők tekintetében kell egy kis kompromisszumot kötnünk, a pantográfok ugyan jellegre hasonlítanak, de nem egyeznek meg az eredetin található alkatrészekkel. Magán a tetőn szépen ki vannak dolgozva a panelvonalak, a hűtőrácsozata, emellett elhelyezésre kerültek az antennák, a mozdony oldalára áttérve a bordázat szép rajzolatú, és olyan finom kidolgozottságú részleteket találunk itt, mint az oldalsó hűtőrácsozat. A gép aszimmetrikus kialakításából adódóan az egyik oldalt végig a szellőző rostélyai, még másik oldalt a kis ablakok dominálnak. A kerek géptérablakok átlátszóak, de bent nincs kialakítva géptérimitáció. Oldalt külön elemként vannak felszerelve a vezetőállás feljáró ajtajainál a kapaszkodók, a vezetőállás feljáró lépcsői pedig a kasznival egybeöntve kerültek kialakításra. A mozdony homlokfalán sem spórolt a gyártó. Külön elemként felhelyezett fotomaratott ablaktörlők, filigrán fém kapaszkodók és műanyag járó trepni található itt. Az ablakok mérete és formája megfelelő, a vezetőállás bent kidolgozott és színezett. A melgerendán a szépen kidolgozott teljes értékű szerelvények és csavarkabos található, az ütközők alatt pedig megtalálható a tolató személyzet számára kialakított kapaszkodó és a fűtési csatlás fej is. A pályakotró kidolgozott, részletes alkatrész, gyárilag festett, rajta elhelyezésre került a vonat befolyásoló vevő tekercse is. A mozdony forgóváza finom rajzolatú, részletesen kidolgozott elem, a kerekek az igazihoz hasonlóan küllős kivitelűek, oldalról nézve szépen látszik ez a terepasztalon is. A mozdony alján található berendezések az eredetinek megfelelő kialakításúak és részletesen kidolgozottak. A modell festése jól sikerült, a gyártó pontosan eltalálta a színeket, a nálam járt modellen szépek voltak a maszkolási határok, és egyenletes a festés minősége. A feliratok tekintetében is alapos munkát végzett az olasz gyártó. Minden piktogram felirat éles és olvasható, az eredetinek megfelelően került fel a modellre. A mozdony funkciók tekintetében rendelkezik menetirány szerinti világítással, kapcsolható zárfényekkel, és külön kapcsolható a felső fényszóró is. A mozdony belsejét a szokásos módon a kaszni enyhe oldalirányú szétfeszítése, majd leemelése után vehetjük szemügyre. Itt egy a teljes belsőt lefedő nyáklapot és egy MTC21-es dekóder rajzatot találunk. Arra érdemes figyelni, hogy digitalizáláskor olyan dekódert válasszunk, amiben az AUX 3 és 4 erősített kimenet, ellenkező esetben a felső fényszórót nem fogjuk tudni kapcsolni. A mozdony középmotoros hajtással rendelkezik, két nagy lendítőkereket találunk a motor egy-egy oldalán.
amíg kardánokon és egy-egy csigály jut le a forgóvázakban elhelyezett kerekekig. Alapállapotban nincs a mozdonyon tapadógyűrűs kerék, de a gyártó a kiegészítő zacskóban mellékelt tapadógyűrűs kerékpárokat, így a modellező igényei szerint felszerelheti őket a gépre a jobb tapadás elérése céljából. A vonóerő tapadógyűrűs kerekek nélkül is megfelelő, 6 személykocsit különösebb erőlködés nélkül fel tudott húzni nálam a 3%-os emelkedőn, köszönhetően a méretéhez képest nagyon súlyának. A mozdony futása szép, lassú menete egyenletes, finom. Rángatásnak nyoma sincs, a kerekek centrikusak, nem ütnek, a mozdony a pályán nem szitál, nem billeg. A mozdony rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ez megfelelően teszi a dolgát, az általam próbált többfajta kapcsolóval probléma nélkül működött, mind húzott, mind tolt üzemmódban. Egyenesben szépen összehúzott, ívekben pedig még a kifejezetten kényes ACME kocsikat is megfelelő távolságban eltartotta. A mozdony alapvető összeszerelési minősége átlagos, azonban érdemes megemlíteni, hogy érzetre a felhasznált műanyagok elsősorban a kiegészítők tekintetében a hidegebb, kopogósabb anyagból készültek. A légcsők például ugye a mozdony szekrénybe vannak öntve, és sajnos nem kell nagy erőhatás, hogy elpattanjanak, akár a kaszni levételekor is tud úgy feszülni a műanyag, hogy letörjenek. A bemutatott modellen a tulajdonos kérésére egy domorgép felhasználásával javítottam ezeket, mert két lépcső bizony le volt törve már. Ezen az ACME modellen továbbra is az érezhető, hogy ugyan pazarul kidolgozott járműről van szó, de a komplikált műszaki megoldások, illetve a törésre érzékeny apró alkatrészek miatt kényesebb modell, így több odafigyelést igényel az üzemeltetése a modellezőtől. A mozdony felhasználási területe, ha nagyon szigorúan veszük a pályaszámot, akkor elsősorban 6. korszakos szlovák belföldi vonatok továbbítása lehet, azonban ha megengedőbbek vagyunk és nem nézzük, hogy a konkrét pályaszám nem hazánkba bejárós, akkor tekintve, hogy maga a típus hazánkba is bejár, illetve bejárt, a mozdonyt besorozhatjuk akár egy Hernád Intercity, akár egy hínas-németi személyvonat elé is, de még egy Metropolitan Eurocity vagy Metropol Euronight elé is befogható, hiszen nem egyszer ugrott be valamelyik ÁSZ az elmúlt években a messzes mittek fekve maradása esetén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!